Bonyádváros önkormányzatának képviselő testülete februárban döntött arról, hogy 30 millió forintos keretet biztosít a sportszervezetek támogatására. Kiírtuk a pályázatot az egyesületek számára, és a pályázat lezártával 13 pályázat érkezett, 13 egyesület pályázott, mind a 13 pályázat érvényes volt, meg kell felelni bizonyos feltételeknek, többek között ilyeneknek, hogy el kellett számolni a tavalyi támogatott összeggel, köztartozásuk nem lehetett az egyesületeknek, cégbíróságnál bejegyzett egyesületnek kellett lenni, illetve bonyhádi székhelyű egyesület pályázhatott csak. A pályázatok zárásaként összegeztük, átnéztük a pályázatokat, majd elkészült az önkormányzat részéről az előterjesztés a testületi ülésre. Először a Humán Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a felosztást. Mind a Humán Bizottság, mind a képviselő testület egyhangulag támogatta a keretösszeg felosztását. A 30 millió forintos keretből 28 millió 150 ezer forint került felosztásra. 5 olyan egyesület van, amelyik több milliós támogatást kapott. 6 egyesületünk 600 ezer és 1 millió forint közötti támogatásban részesült, és mindösszesen 2 olyan egyesület van, aki 500 ezer forint alatti támogatásban részesül. Ahogy ebből látszik, hogy a 30 millió forint nem lett teljesen elköltve, nem lett felosztva, tehát képeztünk egy 1 millió 850 ezer forintos tartalékkeretet. Erre a tartalékkeretre a testületi ülés sem még ennél a napirendnél. A polgármester asszony tett javaslatot, hogy mire tudnánk hasznosítani ezt az összeget. Köztudott az, hogy ez évben augusztus közepén Magyarország ad otthont az atlétikai világbajnokságra. Ez az atlétikai világbajnokság, ha a világ eseményeit nézzük, ez a harmadik legnépesebb esemény az olimpia labdarúgó világbajnokság után, tehát ez egy nagyon örvendetes dolog, hogy Magyarország, illetve Budapest ad ennek otthont. Szeretnénk, mert rendelkezünk egy nagyon szép labdarúgó és atlétikai pályával, hogy hát ha a külföldi versenyzők, illetve magyar versenyzők a világbajnokság előtt felvennék Bonyáddal a kapcsolatot, és esetleg edzőtáborként meglátogatnának bennünket, és ezt a keretet polgármester javaslatára a sportcentrumhez kerülne ez az összeg, és atlétikai eszközök lennének belőle vásárolva, hogy az ide érkező sportolók teljes megelégedettséggel készülhessenek akkor az atlétikai világbajnokságra. Összegezve igazából én úgy gondolom, hogy ez a 30 millió forintos összeg, ez egy nagyon szép összeg. Tudni kell, hogy milyen nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok jelen esetben. Meg tudtuk őrizni ezt az összeget, avagyis ez az összeg szerepelt. Nagyban bízom abban, hogy ezzel hozzájárulunk az egyesületek működéséhez, pénzügyi stabilitásukhoz. Én kívánom az egyesületeknek, hogy eredményes sikerekben gazdag évük legyen, és szeretném megköszönni egyben a támogatóknak, szponzoroknak, edzőknek, vezetőknek és nem utolsó a sportolóknak is, hogy sportolnak, edzenek, és ezt Bonyhád színeiben teszik. Az idei sportkeret megegyezik a 2022-ben erre a célra szánt összeggel. Ugyanazok az egyesületek pályáztak egy kivételével, tavaly 14 pályázó volt, idén 13. Nagy változás az egyesületek munkájában, eredményességében, létszámban nem volt, tehát ezáltal a tavalyi bázis összeget vettük kiindulásnak, és kismértékben volt csak eltérés a 22-ben adott támogatási összeg és a 23-as most adott támogatási összeg között. A csapatsportágak pici prioritást élveznek, mert hatalmas távolság, tehát utazásköltség, tehát a működést nézzük meg, hogy mennyibe kerül elsősorban a működésük, az utaztatás, versenyeztetés, versenydíjak, és ezt még lehetne sorolni tovább. Nyilván a létszám úgy szintén, és hány csapatot, tehát hány csapatot működtetnek, ahány csapat, annyiszor be kell szorozni ezeket az összegeket, egyéni sportágban általában kisebb a támogatási összeg.